Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Kispálya 5. adásában a Városi Bajnokság 19. fordulójával foglalkozunk. A közvetített mérkőzés és az összefoglalók mellett egy játékvezetői nyilatkozatot is láthatnak majd. Az utóbbi fordulókban gyengelkedő Blue hétfő a sereghajtó Fevitával találkozott. A Városi Bajnokság első osztályának 19. fordulójában a Blue hétfő a Fevitával csatázik a megszerezhető 2, illetve 1 pontért. Az őszi idényben a két együttes már találkozott egymással, akkor a Blue hétfő 7-2-re verte a sárga mezes sütőháziakat. Wollen. Sipost szerelték. Sárga mezben a Fevita balról jobbra támad, még kék mezben ellentétes irányba a Blue hétfő együttese. Óka, nagy lövés, Balognak kellett hárítania. Ismét a Fevita kapusa véd szépen. A Blue hétfő a 9. helyet foglalja el a bajnoki pontvadászatban 15 ponttal, utóbbi mérkőzésein nagy arányú vereségeket szenvedett. Szintúgy a Fevita is. A Fevita azonban a sereghajtó a 14. a bajnokságban 8 ponttal, és a múlt héten szenvedték el 100. kapott góljukat. Maurer. Habis. Szabálytalan volt a bedobással felérő berúgás. Így a Fevita hozhatja játékba a labdát. Bóka. Molnárnak hosszú volt az átadás. Maurer, Milosovic, Szabó, nagy lövés, Német hárít, a kipattanót azonban már értékesíti a Fevita csatára. A mérkőzés második percében tehát Sipos góljával 1-0-ra vezet a Fevita. Molnár. Könnyedén szerelte őt Milosovic. Wollen. Aztán Szabót előzte meg szabálytalanul Borbély. Milosovic. Habis csúsztatja meg fejjel. Szabó! Szép gól volt ez is. Harmadik perc, egy perccel később, mint az előző akciónál, most Szabó volt eredményes. Ezzel már 2-0 a Fevita javára. Molnár. Bóka. Jóka Cselek, aztán kivezeti a labdát Bóka Csaba. Wollen hívelése előre, Szabó Ferencet kereste. Dobhat a Blue hétfő. A Blue hétfő az előző fordulókban Gallon Kft-től szenvedett 7-3-as vereséget, előtte pedig a Más tésztától kapta ki 7-2-re. A Fevita a múlt héten a Bombontól kapott egy 10-est, annak a mérkőzésnek az eredménye 10-2 volt a Bombon javára.
két hete pedig a Klubfecától kaptak ki 7-1-re. Molnár végezheti el a szabadrúgást 7 méterre a kaputól. Levágódik a sorfalról, aki pattanott pedig Bóka szépen csavarja el. Így az 5. percben szépít a Blue hétfő 2-1. Jó volt a csel. Sipos aztán rálép a labdára. Dobhat a Blue hétfő, Belegrai. Sipos szerel, aztán Molnár szerzi vissza. Jó volt az elgondolás, azonban Belegrai Péter lekésett az átadásról. Bollen, Szabóról megy ki a labda. Úgy érzem, ellentétes ítélet. Sipos egy lövőcsel után próbált egy paszt bemutatni. Azonban rövid volt az átadás. Molnár. Kint volt. Mauer dobta haza a labdát kapusának, aztán Bollen próbálkozott ismét egy előreíveléssel, ez elakadt az érkező támadóban. Szép játék Mauer. Sipos mellé, lecsúszott a lábáról a lövés. Molnár. Próbált két ember között elmenni. Hetedik perc, 2-1-re vezet a Fevita. Bognár, Milosovic, Szabó pörgeti fel, aztán Bognár érkezik. Milosovic bedobása, Belegrai. Hárman is támadják a sárga mezesek. Szabálytalan volt Sipos, Bollen pedig reklamált. Az iménti esetnél a játékvezető figyelmezteti, következő ilyennél 2 percre kiállítja a Bollen Csabát, aki ezt tudomásul vette, és már megy is a labda után. Molnár! Szép volt a védés ismét. Molnár kanyarintott a középre. Habis. Ezt már Bognár fejelte ki. Szia, Bodi! Figyelj! Molnár bedobása a 8. percben, egészen saját kapujáig hátra Németh Attilának. Borbély. Bóka. Jó a csel. Passz is szép. Nagy játék volt, azonban nem találta el jól a labdát Molnár. Aki pattanott pedig Belegrai lőtte a kapu fölé. Szabó. Borbé mellett nem tudott elmenni, így felrúgta őrzőjét. Habis. Bóka. Belegrai. Jó volt a váltás. Bollen Csaba érkezett. Pontosan. Szabó. Milosovic. Előj messziről a kapu mellé. Thank you.
Gyulán bedobása, Milosevic felé, Borbé szereli. Szabó, jó volt a labda átvétel, most fordul rá, levágódott a labda így, Németh Attila könnyűszerrel, csípte el azt a bal felső elől. Plafont ért a játékszer, így játékvezetői feldobással folytatódhat majd a küzdelem. Szabó adta vissza a labdát, és indulhat már a Blue hétfő. Borbé Pénzes próbálkozott egy perdítéssel, ám nem érkezett játékostárs oda, ahova ő azt gondolta. Sipos kényszer megoldás volt a kapustól. Jól a labda átvétel, Pénzes a vonalnál. Sipos. Kötény. Aztán elmegy Pénzes mellett, és Borbé pedig csúnyán felrúgja, ez kétperces kiállítás. Teljesen jogos. Borbé Tibor ott hagyta a lábát. Szabó Ferenc terelgeti a játékos társakat, hogy ki hova álljon. Aztán Sipos lőtt el 10 méterről kapu fölé. Belegrai. Sipos szerzi vissza. Szabó. Kovács. Még mindig ő ellövi a hatosról. A kivetődő Németh Attiláról vágódik ki a labda. Szabó kapu mellé fejelt. 12. perc, Blue hétfő Fevita, 1-2. Németh kirúgása. Szöglet. Belegrai Ferenc, szöglete Bóka. Egészen hátra a saját kapusának. Bollen fejeli vissza, Kovács, Szabó. Nem tudta lekezelni a labdát. Ez nagy lehetőség volt. Molnár. Jó a csel, elfettett mindenkit, és a kapufáról vágódik vissza a labda, azonban Bollen, aki éppen a kapu előtt futott keresztbe, hozzáért a labdához, és az így a hálóba vágódott. Itt tehát egyenlít a Blue hétfő emberhátrányból a 13. percben. Időközben kiegészült a Blue hétfő. Az ember for inkább hátrányára vált a Fevitának, mint előnyére. Szabó lövi el, nem is volt rossz. Bóka. Habis. Molnár. Belegrait próbálta játékba hozni a bal szélen, azonban hosszú volt az átadás. Kovács. Molnár füleli le az átadást, Bóka. Biciklics el, elövi. Balognak kellett hárítania. Pénzes a szöglet után. Aztán Kovács szerzi meg, Szabó. Habis mellett megy el, Kovács kapja vissza, jó volt a kényszerítő, Szabó, kapufa! Aztán Sipos próbálkozhatott újra, ez pedig már a védőről vágódott le.
14. percben járunk, 2-2 a mérkőzés állása. Sipos! Jól tette vissza Siposnak Kovács Csaba. Kifelé jár a szabadrúgás. Pénzes, Bóka. Kovács mellett nem tudta elvinni a labdát. Molnár lövésébe lépett bele Gollen. Ez pedig már a Favita portásáé. Szabó indul. Szép volt a becsúszás, Borbély mutatta be. Szabó a két ember között tette tovább. Sipos, Kovács kapja. Borbély. Bóka. Bognár támadta, és találta el Bóka bokáját. Molnár. Belegrai. Német. Sipos. Borbély szerelte őt. Bóka. Milosevic érkezik közben, aztán Belegrainál a labda. Bóka elgurul a kapu előtt. Mérkőzés 17. percében járunk. 2-2. Belegrai fejelte ki az oldalvonalon túlra, aztán Kovács kapja a bedobást. Milosevic, Bognár, Milosevic-sal játszik össze. Belegrai szerzi meg a labdát. Molnár, ez pedig Kovács lopja el. Szabó levágódik Belegrai Ferencről. Jól hozza ki a labdát a Blue Hétfő. Szép a passz is. A Pénzes nem tudta visszahúzni, Gollen pedig szabálytalankodik vele szemben. Gollen. Milosevicet szerelte, Bóka, nagy lövés, azonban a kapu fölé. Belegrai, Borbély, kint van. Németh Attilája a labda, Borbély, Belegrai, Pénzesnek hosszú. Bognár. Szabó. Kovács. Borbély szerel. A Favita birtokolja többet a labdát. A sárgamezesek vezetnek több támadást az ellenkapujára. Szabadrúgás kifelé. 6 perc van még hátra az első játék részből, 2-2 a mérkőzés állása. Balot kidobása, Milosevic indítja Vollent a jobb oldalon. Aztán Vollent Csaba rúgja el a labdát.
szabálytalan volt a pontrúgás. Így a felvita fordulhatott Pénzes, Bolen csípi el, aztán Pénzes próbálja szerelni, ez nem sikerül, Milosovic csúsztatja tovább Szabónak. Érkezik Bognár, aztán Kovács is. Kovács a kiválasztott, nem kissé a háta mögé kapta a labdát. Molnár és Pénzes szerelte, Bulka pedig egy lehelet finom megoldással mattolja a felvita hálóőrét, Balog János. Így a Blue hétfő megszerzi a vezetést a 20. percben. Bóka Csaba volt a gólszerző. Bognár. Milosovic. Sipos. Milosovic kapja vissza. Belegrajról ment ki, így szöglet a felvita javára. Sipos szerzi meg hatosan belül, ellőheti német védett bravúrral. Ez pedig már Milosovicról ment ki az oldalvonalon túlra. Felvita 3-2, Pénzes. Molnár egy köténnyel próbálkozott, elakadt azonban. Bognárnak viszont kiosztott egy kötény. Gyelegrai szöklete, jól ment be középre a labda. Siposhoz passzol. Kovács. Molnár szerelte őt. Borbé. Meglepte a lövés. Balókapust, és nem tudja bepasszírozni a labdát. Pénzes László a kapufa és a felvita hálóőre között. Molnár nagy lövés, hatalmas kapufa. Felső lécen csattant a labda. Mindkét oldalon óriási gólszerzési lehetőség adódott az utóbbi fél percben. Aztán Milosov is szöktette magát hosszan. Bolen fejelő vissza. Sikos. Borbé szereli őt könnyűszerrel. Molnár, Borbé kapja vissza, Sipos érkezett hátra időben. 23. perc, 3-2 a Blue hétfő javára. Belegrai, Molnár, Bognár, Milosovic, Bóka, Belegrai, Borbé, Kovács szerzi meg. Borbé szereli őt. Előbbi óriási gól. Borbé végigvitte a megszerzett labdát a pályán, és egy hatalmas gólt vágott a felvita hálójába. Tehát a 24. percben már 4-2 a Blue hétfő javára. Milosovic. Most járt be az első 25 perc, tehát a Blue hétfő 4-2-re vezet a felvita ellen. Útjára indult a labda a második játék részben. Tehát Blue hétfő felvita 4-2. Felvita a mérkőzés elején, a második és a harmadik percben gyorsan szerzett két gólos előnyt,
majd aztán a Blue hétfő. Ezt tulajdonképpen 8 perc alatt le is dolgozta, majd aztán a játékrész végén fordítani is tudott, majd pedig növelte előnyét. Sipos. Bognár. Sipos vissza. Szép jó volt ez is. Második félidő, második percében tehát a Favita ismét szépít. Sipos második gólját szerzi. És ezzel 4-3 az eredmény. Még mindig a Blue hétfő javára. Belegrai. Német. Szabó. Gordély. Aztán Gordély próbálkozhat. Eldövi messze mellé. A Blue hétfő esetleges győzelmével kettő helyet, azaz a 9. pozícióra tornázhatja fel magát, hiszen de csak akkor, hogyha a betéttársai vereséget szenvednek, mint például a Sunyi és barátai, vagy a Bádogos. Szabó. Molnár szerez labdát, aztán Belegra is indítja. Bollen. Szabó. Gorbédot kapja be a labdát. Molnár. Belegrai. Molnár kapja vissza. Jól tartja a labdát, aztán az elképzelés jó volt, ám Bollen elsikte az átadást. Molnár. Belegrai Ferenc. Balognak kellett hárítania, és Bollenről vágódik ki a labda az alaponalon túlra. Így szöglethez jut a Blue hétfő. Nagy lövés, Belegrai Péter a kapu fölé. Nem, az mégsem. Róka, kapufal. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy Bollen már el tudja hozni a labdát, azonban Belegrai Péter visszaszerezte azt. Jól passzolt Rókához, aki a kapufát találta el. 29. perc, 4-3-as Blue hétfő vezetés. Nagy küzdelem a pályán. Szabó és Bollen adogat hátul. Bognár kereste Bollen a labdájával, azonban Bollenfő védője felte vissza. Ismét egy nagy lehetőség. Belegrai Péter labdája kerülje el a kaput. Vissza, aztán Borbé fejjel, Mauer pedig felszabadít. Német kérdása. Bollen lökött. Szaggatott vonalról, az 9 méterről végezhet el szabadrúgást a Blue hétfő. Bóka és Belegrai a labda mögött. Belegrai lövi el, levágódik a sorfalról, Bóka pedig
az ismétlést már a kapu mellé lövi. Egyedik perc, 4-3 a Blue Hate folyamára. Bolen, Szabó, Sipos, jó a csel, Bóka mellett ment el, azonban érkezett Borgé, aki szerelte őt, aztán Belegrai Péter emelte a magasba a labdát, Bognár, Sipos, Kavist fűzi be, aztán Bognár veszi vissza, rosszul, Belegrai Péter indulhat meg. Bolyan mellett megy el, aki játékvezető szerint szabálytalankodott. Igaz, hogy becsúszott Volencsava, de érzésem szerint a labdát találta el. Két perces büntetés tehát a Fevitánál. A második félidő 7. percében. Bóka levágódik a kiugró Bognárról. Az oldalvonalról pedig már a Fevita hozhatja játékba a labdát. Baló, tanácstalan, nem tudja kinek adja a labdát, aztán igazoló is tette tovább. Szabónak, aki elmegy a jobb szélem, kivezeti a labdát. Gyorsul is vannak a de a labda, Szabót indítja, Belegra érkezik jókor. Borbély, Belegrai, Németnek hátra, Molnár. Borbély. Jó a középre játszott labda, Belegrai azonban nem tudott kapura fordulni. Egészült ki a Fevita. Megúszta kapott gól nélkül az ember hátrányt. Bollen. Maurer. Bollen kapja vissza. Aztán a Bognárhoz további. Szép volt a passz. Molnár. Milosov is benakad el. Molnár. Borbély pörgette fel a magasba. Sipos fejelte le, Milosovic pedig passzolta hátra Bollennek. Német nagy kidobása. Bollen kell vissza. Milosovic szépen viszi a labdát. Jó teszi a középen, Szabó viszont lekésett az átadásról. 35. perc, 4-3, a Blue Hate főnek. Német tenyerelte ki Szabó bedobását. Bollen táborról próbálkozott egy lövéssel. Elakadt a kétmezes védőben. Aztán Bollen kapott el a támadást. Meg is kapja a magáét a társaktól. Molnár, Borbély, Német, Bognár fejeli vissza, Szabó szerezheti meg, Molnár hozta el végül.
Szabó bedobása. Inkább rúgja. Szabó. Németről vágódik az alaponalon túra. Így a Felita végezhet el szögletet. A mérkőzés 37. percében. Milosevic. Nem lőtt el. Ez volt a veszte. Azonban marad a labda a sárga mezeseknél. Szabó Molnár előzte meg őt. Sikos. Bollen. Bóka mellett lövi el, aki lendületből érkezett. Szabó pedig rosszul pörgette tovább a labdát. Illetve az eset, hogy Sikos nem mozdult rá, elég gyorsan. Molnár. Bollen mellett közel. Jó a középre tett labda, üres volt a kapu, azonban Bóka nem érte el azt. Sikos. Ketten támadták. Milosevic. Egy kiugratással próbálkozott, azonban Sipos megtorpant. Orvély. Pénzes. Bollen szereli. Pénzes ismét. Sipos volt szabálytalan. Bóka. Pedig célt éveszt. Német kirúgása. Pénzes vehette volna le. Nem, ez nem sikerült. Milosevic. Kovács. Milosevic felé az ívelés, aztán Kovács szerzi meg egy szétugrottak előtte a Blue Hétfő védői és Kovács 10 méterről egyenlét a mérkőzés 38. percében. Négy tehát a mérkőzés állása ezzel. Felvitt a kapujától, 11 méterre belegrai, magasan a kapu fölé. Maurer. Kovács. Az egyenlítőből szerzője, aztán Sipos. Nem sokkal ment mellé. Belegrai. Jól tartja meg, Pénzeshez passzol, Belegrai kapja vissza, Maurerről vágódik ki. Balogh köpözte ki, Szabó teszi tovább, Milosevic törhet kapura, Misogorodik most már, szereli is őt Molnár. Bóka fordulhat a Blue, egy gyors támadás, valóban kellett hárítania. Molnár, Borbély lőtte el, Sikosra vágódik le. Kettő az egyenlen, Milosevic elviszi védője mellett, aztán Németbe lövi a labdát. A kivetődött kapujából. Szabó, Sipos. Milosevic Siposnak teszi vissza, aki a hálótartó vasat találja el. Német. Borbély. Bóka. Biztatják a társak, hogy csináld meg. Milosevic. Szabó. Szabó még.
keresztbe. Szöglet. Beleért egy kékmezes védő lába. Kovács. Ellövi ismét egy lövéssel, távoli lövéssel próbálkozott, azonban ez már elkerülte a kaput. A 40. percben járunk, 4-4 a találkozó állása. Szabó 2-2 ellen, Szabó lövi el, 30 centivel a kapu mellé. Sipos, Milosovic, Kovács fordulhat, jó volt a csel, az átadás is szép, Szabó, kapufa, és egy ismét egy szerencsés gól. Csak most a Fevita részére. Szabó lőtte rá, és a kapufáról visszavágódó labda pedig a Blue Hétfő hálóőréről, Németh Attiláról pattant a kapuba. Itt tehát most a Fevita szerzett vezetést, 5-4 ezzel. Mindez a 41. percben történt. Milosovic. Jó volt a csáv, nem szerelte őt Molnár. Milosovic belugása, Sipos. Németről vágódik le. Buka. Kovács őrzi, támadja. Nyüsteli a vonal mellett. Eredményesen Borbély dobhatja be a labdát. Balog. Kovács. Maurer szereli. A kékmezesek, Bóka, Borbé. Kovács csípte az átadást. Kirúgás. Második félidő 19. perce, tehát a Fevita vezet 5-4-re. Rendkívül fordulatos és gólokban gazdag a találkozó. Molnár. Belegrai. Molnár ismét, aztán Belegrai Ferenc. Borbély kérte a jobb oldalon. Bóka kapja. Bollen vágja ki végül. A Sipos még megszerezheti. Kint volt már a labda. Belegrai Ferenc. Borbé. Molnár. Bóka tartja meg. Aztán szereli őt Bollen. Sipos. Megérkezett középen Milosovic. Megtorpant a 9-es vonalnál. Molnár. Maurer lép a lövésbe. Molnár bedobása. Belegrai Péter tette vissza a labdát, Maurer pedig kézzel ér a labdába. Nem volt szándékos sem. Mégiscsak kéz volt itt szabadrugással. Folytathatja a játékot a Blue Hétfő. Molnár gurítja le, Borbély lövi el, és Balognak kellett nagyon szépen védenie. Szép volt a lövés és a vetődés is. Szöglet. Molnár. Bóka lövi mellé. Öt perc van még hátra a mérkőzésből, 5-4-re vezet a Fevita. Nagy kirúgás, egészen a másik kapuig, Németh Attiláig, aztán Belegrai Péter a kirúgással. Balog. Maurer. Szabó. Maurer kapja vissza.
Bollen, Kovács. Móder indulhatott volna meg. Borbély. Pedig Mauder szerelte. Szöglet ismét. Molnár végezheti a szögletet. Középre adja, és Gópa pedig kilövi a jobb alsó sarkot. Ugye a mérkőzés vége előtt 3 perccel. Egyenlét a Blue hétfő. Állása Kovács. A Blue hétfő a második játék részben most talált az ellenfél hálójába. Csokán Sikors. Borbély juttatja. A labda már nem volt ott. A játékvezetők sípei néma maradt. Német kirúgása. Bollen féli ki a labdát az oldalvonalon túlra. Belegrói Péter bedobása. Majd nem jó volt Molnának. Kifelé a szabadrúgás. Szabó. Kovács. Molnár próbálta szerelni, aztán Szabó engedi ki. Bóka. Borbély. Borbitel. Bollen. Szabó levágódik a lövése Belegrai Ferencről. Szabó bedobása, Sikors! Igen, izgalmas és kövédéssel válik a mérkőzés utolsó percei. Most Sikors szerzett ismét vezetést. A Fevitának ezzel 6-5 a sárga mezesek javára. Perc van még hátra a találkozóból, tehát 6-5-re vezet a Fevita. Borbély. Bóka. Bollenről vágódik le. Belegrai. Balónak kellett kivetődni a kapujából, és így tudott hárítani Belegrai Ferenc, egy szép csellel megy el, és saját játékosát találja el. Egy perc van még által a találkozóból Molnár. Belegrai Péter próbálta középre tenni a labdát Bókának, aki időközben cserét kér. Aztán Habis érkezik helyette. Most Habis elcsípheti még a vonal előtt. Sikerül neki. Most már sietős a Blue hétfőnek, hiszen hátrányban vannak, és alig van már hátra néhány másodperce találkozóból, még egy szögletre azért van idő. Belegrai Péter levágódik, és elszabadítanak a Fevita védői. Egészen pontosan a találkozón 3 gólt szerző Sikors volt az, aki kiemelte a labdát. És most van vége a mérkőzésnek, tehát a Fevita egy rendkívül küzdelmes és izgalmas találkozón 6-5-re verte a Blue hétfő együttesét. A gólszerző a Blue hétfő részéről Bóka 2-szer talált a hálóba, illetve 3-szor elnézést, majd pedig Molnár és Borbély volt még eredményes, a Fevita oldalán pedig Sipos 3-szor mattolta a Blue hétfő hálóőrét. Szabó és Kovács volt még eredményes a találkozón, tehát még egyszer a végeredmény. Blue hétfő, Fevita 5-6. A mérkőzés után lássuk a 19. forduló egyéb történéseit.
A 19. forduló műsorát a Süni és barátai MÁV gépészet összecsapás nyitotta. A két gárda közül ősszel a Süni bizonyult jobbnak, 2-1-re nyertek, ám most a MÁV tudhat magáinak jobb szériát. Ez meg is látszott a játékon, és az első félidőben már 3-0-ás vezetésre tett szert a fehérmezes együttes. A folytatásban is az történt a pályán, amit a MÁV játékosai elképzeltek, sorra vezették jobbnál jobb akcióikat, melyeket rendszerint góllal fejeztek be. A Süni nem tudott ellenállást produkálni, csupán egy szépítő találatig jutottak labdarúgói, ám ezt is csak akkor szerezték, amikor már nagy hátrányban voltak, így esélyük sem maradt a felzárkózásra. A mérkőzést 8-1-re nyerte a MÁV gépészet. A Zöldker 96 Kft. Csé plusz rétarálkozó nagy küzdelmet ígért. Nos, erre nem is cáfoltak rá a csapatok, olyannyira nem, hogy az első félidő nagy részében csupán helyzetekig jutottak mindkét oldalon a játékosok. Aztán, ahogy azt várni lehetett, a listavezető szerzett vezetést. A Zöldker próbálkozott az egyenlítéssel, ám ez nem sikerült, sőt a Csé plusz ré növelte előnyét, és 2-0-ás állásnál fordulhattak az együttesek. A második félidőben mindinkább a bordómezes Csé plusz ré kezébe került az irányítás, amely gólokban is megmutatkozott. A Zöldker újítani nem tudott, így a találkozó két pontját 4-0-val a Csé plusz ré tudhatta magáénak. Kívülről igen feszült hangulatú mérkőzésnek tűnt ez a mai. Hát igen, ez egy régi időben visszanyúló rangadó. Igazából ez a két csapat képviseli a múltat, hát még a jelent is. Minden Zöldért Csé plusz ré mérkőzés hasonló szokott lenni. Igazából nem értem, hogy miért, mert utóbbi időben már egyértelműen jobbak vagyunk, ezzel nem akarom őket megbántani. Hogy miért van arra szükség, hogy a végén a játékvezetőbe meg az ellenfélbe találják meg a problémának, vagy a problémát, nem értem. Az a helyzet ez a mérkőzéssel kapcsolatosan, hogy csere nélkül nem lehet végigjátszani egy ilyen mérkőzést. Sajnos nem jöttek meg a játékosaink, és 6 emberre játszottuk végig a mérkőzést, szerencsétlen gólokat kaptunk. Én maximálisan meg vagyok elégedve a csapatom teljesítményével. Úgy éreztem, hogy jó küzdöttek, helyzeteink is voltak. Szerencsésebb csapat győzött, és volt egy Májer Zsuzsájuk, aki hát ebben a mezőnyben igen nagy klassz is. A második játéknap nyitó meccsét a negyedik Bombom volt, és a hatodik helyezett Fedél Kft. Vívta. Igaz, a két együttest csupán a pontvadászatban két hely, azonban 10 pont választotta el egymástól. Ősszel 1-1-re végeztek a gárdák, akkor nem, most viszont rendkívül sokat javítottak a meccsenkénti gólátlagon. Ez köszönhető volt a Bombon nagy kedvel játszó csatárainak, no meg a Fedél védelmének. Az első percekben a sárgamezes Fedél szerzett vezetést, ám a Bombon gyorsan egyenlített, sőt az előnyt is megszerezte, majd pedig állva hagyta ellenfelét. 6-2-nél fordulhattak a csapatok, ekkor a Fedél megrázta magát és egészen két gólos különbségig zárkózott fel, azonban a kékmezesek gyorsan lehűtötték a kedélyeket és parádés akciók utáni gólokkal kergették őrületbe az amúgy is indiszponáltan játszó ellenjátékosait. A Fedél kapusa már kesztyűjét a hálóban pihentetve kapta az utolsó gólokat, melynek eredményeként a Bombom volt rekordkülönbségű 15-5-ös győzelmet aratott. Bízunk benne, hogy a jobb csapatokat inkább, tehát itt ezek ilyen kötelező győzelmek voltak, ahogy az Oli is mondta múlt héten. Hát itt egy keményebb ellenfél, de kijött a lépés, hál' Istennek. Most már örömjátékot játszottatok, ez ilyenkor mennyire befolyásolt titeket, hogy az ellenfél már ennyire nem mozog? Hát nagyon sok esetben ez visszafele üt, szóval voltak olyan meccseink, ahol pont ilyen miatt kaptunk ki, hogy elbohockodtuk egy picit. Most bejött, szóval most tényleg, aki látta a meccset, az látta, hogy még ami visszafele jött labda, az is gól lett. Szóval kapufa és kapus hátán pattant be, szóval most tényleg minden bejött. Ez tényleg egy jó foci volt most. A Bádogos Gallon Kft. Csatája fordulatokban gazdag mérkőzést hozott. Az idei bajnokságban a két csapat egymás elleni találkozóját a Gallon nyerte 3-2-re, és most is ők szereztek vezetést. A Bádogos a kihagyott helyzetei után végre válaszolni tudott, ám sokáig nem örülhettek a zöldmezesek, mert ismét a fekete fehérek szereztek vezetést, amit tartani is tudtak az első 25 perc végét jelentő sípszóig. Fordulás után a Bádogos mindent megtett az egyenlítés érdekében, és az erőfeszítések célra vezettek, 2-2. A Gallon Kft.-nek sikerült visszaverni a Bádogos elszánt rohamait, sőt a vezetést is megszerezte, immár harmadszor a találkozót. A Bádogost ez sem küldte padlóra, és remek hajrával, meg a jó egyéni teljesítményeknek köszönhetően meg tudta fordítani az eredményt, és 4-3-ra
érte a találkozó. Most így jött össze, meg ezek mindig mindent, ha győzünk. Nagyon kellett a győzelem, így feljöttünk a hatodik helyre. Ez sikerült, mert az előttünk lévők buktak. Hát örültünk, hogy így jött össze. Ez a csapatjáték, hogy mindenki nagyon tartta. Nagyon sokat kapkodtunk, helyzeteket kihagytuk, és ebben láttam a legnagyobb problémát. Mai meccsen. Úgy láttam, rendkívül sokat tettél ezen a mérkőzésen a csapatért. Hát köszönöm, hát ahhoz képest, hogy most épültem fel egy komolyabb sérülésből. Ahhoz képest is nem ment hosszú a játék, de is lehetett volna jobb is, úgy érzem. A tavalyi bajnok Turulány a múlt heti MÁV-tól elszenvedett vereség után ismét egy alsóbb régióbeli csapattal, a Más Tésztával találkozott. A Turul most nem tette meg azt a szívességet, hogy átadja az irányítást, és már az első félidőben 2 gólos előnyre tett szert. A Más Tészta játékosai szépíteni tudtak, ám ennél többre nem futott erejükből és jelenlegi játéktudásukból. A második félidőben sem változott a játék képe, és a Turul játékosai továbbra is többet támadtak. Ez a gólok számában is megmutatkozott, a Más Tészta csupán kiállítások miatt 4-4 elleni szituációból volt eredményes. A találkozót végül a Turul Line nyerte 7-2-re, így a Más Tészta foglalta el a sereghajtó pozícióját. Kellemes kis ellenfél volt, hál' Istennek, de még nehezen. Döcög a szekér, de kezdünk beindulni. Mi a folytatás? Most a úgynevezett könnyebb csapatok jönnek, próbálunk felpörögni a végén, amikor már a tabellán elő lévő csapatokkal játszunk, addig a jók leszünk. Ilyenkor, amikor egy hátsó régióbeli csapat ellen játszatok, akkor nem gondoltok arra, hogy a ti győzelmetekkel esetleg ők nagyon kínos helyzetbe kerülnek? Sajnos ez benne van a klubban, hogy valaki kiesik, valaki bennmarad. Ezek a kötelező győzelmek, ugye nehézen indult ez is, de végére sikerült. Hát sajnálom a Más Tésztát, de majd talán jövőre visszajutnak. Utolsók vagyunk tulajdonképpen. Jó lenne erről a helyről elmozdulni, de reálisan már nem sok esélyünk van a bennmaradásra. A mérkőzésről annyit, hogy hát az ellenfélnek mindenképpen gratulálnunk kell, hiszen még akkor a különbséggel is megérdemelten nyertek. Bár voltak óriási helyzeteink, de hát itt látszik meg az, hogy ki a jobb, hogy mi kihagytuk őket, ők pedig belőtték. Megpróbálunk még a riválisok ellen nyerni, de Isten igazából nekünk már azt hiszem arra kellene gondolni, hogy az 1B-re egy erős csapatot tudjunk összeépíteni. Annak végül is volt egy teli része az, hogy legalább a videót nyerni tudott így. Talán nem leszünk olyan rossz kedvűek este, de próbálunk azért még a többi mérkőzésen mi is pontokat szerezni, bár most már valószínűleg legfeljebb itt arra lesz elég, hogy hiányadiként esik ki. A forduló utolsó mérkőzését a második helyzet tükrözte, és a harmadik kapadosra zúdítta. Így nagy küzdelemre lehetett számítani. A mérkőzés elején kuhatolózás után a Kukkence szerzett vezetést és előnyét őrizni is tudta a körülő végül. A fordulás után a kapados üröző egy 6-oson belül szabálytalanságot követően büntetőből egyenlített, de ezután már nem tudta bevenni a nagy emlőrekkel játszó Kukkence kapuját. A kékmezesek sorra vezették veszélyes akcióikat, olykor a kapukat, máskor pedig a hálóról mentette meg a kapadost a goltól. Azért a Kukkence a második játékközben még 3-szor vette be ellenfele hálóját, és így 4-1-re mentette a bajnoki cím szempontjából rendkívül fontos találkozó. Mi szerint a fegyvereknek a legjobb is. Igen, a mi csapatunk tényleg, amit a Mário is mondta, kicsit fel tudjuk magunkat pörgetni, hogyha olyan van, akkor oda tudjuk magunkat tenni. Most nagyon együtt volt a csapat. Volt egy kis veszekedés, amit kifelé is hallatszott, de az csak az volt, hogy egymást lelkesítettük, hogy meglegyen a győzelem. A jövő héten egy nagyon fontos mérkőzés a Csékvészvé ellen. Mi a Hát ez biztos, hogy óriási küzdelem lesz. Hát nem szeretnénk úgy, hogy az legyen az eredményt össze volt, hogy kikaptunk. Egy szoros meccset szeretnék játszani. Hát is lehetünk. Hát most egyelőre jól megy, minden meccsen betaláltam, szerencsére. Jó lenne is folytatni. De ha második javult, az sem lesz. Az utóbbi fordulókban 2 játékvezető bíráskodik a mérkőzéseken. A játékosok jónak tartják az indítást, de mennyire válik be a sérülést. Akik figyelembe kísérték, ugye hetek óta ezt a fordulókat láthatták, hogy ketten csináljuk a mérkőzéseket. Igyekszenek mind más 2 embert küldeni, tehát ne legyen az, hogy meghatározott csapatokhoz ugyanazok a 2-sök mennek, erre figyelnek ott bent a küldőink. Smidelész István ötlete volt ez tulajdonképpen. Kupákon már alkalmaztuk a helyosztó mérkőzéseken, de pontosan az előbb említette miatt úgy érezte, és Pauker Kálmán jóváhagyásával el is fogadták, hogy igenis minden mérkőzésen nem dupla pénzért, ahogy sokan mondják, megfelezzük azt az összeget, amit eddig kaptunk érte, de úgy érezzük, hogy ez a biztonság kedvéért jó dolog.
Tehát nézzük még egyszer a 19. forduló eredményeit. Süni és barátai, MÁV Gépészet 1-8, Lúhétfő, Fevita 5-6, Zöldker 96 Kft. C+V 0-4, Bonbonbolt, Fedél Kft. 15-5, Bádogos, Gallon Kft. 4-3, Turulline, Más Tészta 7-2, Klubfeca, Fapados Öröző 4-1. A tabella a következőképpen alakult. A C+V továbbra is őrzi vezető pozícióját 34 ponttal, második a Klubfeca 30 ponttal, a harmadik helyre a Bonbonbolt jött föl, aki a Fapados Örözővel cserélt helyet, aki jelenleg a negyedik pozíciót foglalja el, ötödik a Turulline, hatodik a Bádogos, hetedik a Fedél Kft., nyolcadik a Süni és barátai, kilencedik a Blue Hétfő, tizedik a Gallon Kft., tizenegyedik a Zöldker 96 Kft., 12. a MÁV Gépészet, 13. a Fevita, a sort pedig a Más Tészta zárja 9 ponttal. A kispályás bajnokság küzdelmei a jövő héten is folytatódnak, épp úgy, mint műsorunk, melyet szombaton láthatnak ismét. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!